Mindenki nagy kedvel ment bele az első mérkőzésben, mindenki tudja, hogy az első BL mérkőzés az nem könnyű, hogy nehéz bele megkezdeni a BL szezont, de az új játékosok is nagyon nagy energiát fektettek bele ebbe a mérkőzésbe, akik már ismerik a hangulatát a csarnoknak, azok is várták az első BL meccset, és szerintem mindenki megpróbálta maximumját adni. A Zaporozsé az egy nehezen támadható és nagyon nehezen is kivédekezhető csapat, okosan támadnak, védelembe kemények, és nagyon a 20. percig még 1-2 volt köztünk a különbség, és ugye a második fél időnek a 30-től 40. percig tudtuk megtörni őket. Elmondta, hogy ismerték az ellenfelüket, a Veszprémet, látták az Zágrábi sok veszteleni mérkőzéseiket is, tudták, hogy a Veszprém 60 percig fog futni eredménytől függetlenül. Azt mondta a srácoknak az öltözőben a mérkőzés előtt, hogy először nekik kell gólokat lőni, de ezt nem sikerült végrehajtaniuk. Sajnos csak futottak az ellenfél után, egyszer majdnem sikerült befogni a Veszprémet, egy óra feljöttek. Összességében sok labdát veszítettek, és nem használták ki az ütszereiket. Elvesztették a második fél, az első fél időt, és a második végén még csak tovább nőtt az előnye a Veszprémnek. Tudták, hogy jó csapat a hazai, és megérdemelten győztek, és vitték el a két pontot a mai mérkőzésen. The match was so complicated, of course. Nehéz volt a mérkőzés, mivel ez volt az első Bajnokok Ligája találkozó. Még akkor is, hogyha eddig egész sok mérkőzést játszottak a bajnokságban. Hiába az elsődleges célunk a magyar bajnokság, mégiscsak a BL a legszebb kézilabda torna. A srácok fókuszáltak voltak, és jó csapatot alkottunk a mai mérkőzésen. Magas tempóval szerettek játszani, de sajnos az arénában nagyon meleg volt, így nem nagyon tudtak, mivel a törlés miatt folyamatosan akadozott a játék. Összességében elégedett a mérkőzéssel, az első fél időt nehéz megtalálja az elmondottak miatt, amit már említett, hogy első bajnok egy mérkőzés volt. A második játék részben azt látta, hogy a csapatai és a győzelemre, és tökéletesen fókuszált. Úgy érzi, hogy ma megmutatta a csapat a legjobbját. Szerintem többet hibáztunk az első fél időben, de hát a védelmünk az kb. Egyforma volt, jóban az utolsó pár percet, azt nem is szabad figyelembe venni, mert ott már a játékosok már nem is voltak a pályán nagyon a védelemben. De szerintem a második fél időt megtoltuk ott a fél idő utáni részt, az is volt a cél, hogy csináljunk ott egy pár gólos, nagyobb gólos különbséget, hogy könnyebben belemenjünk a második, és már a meccsnek a végébe. Gratulált először is a Veszprémnek, megérdemelt a győzelmük, sajnálja a szurkolóikat, akik elutaztak ide, és sajnálja, hogy elvesztették a mérkőzést. Sajnos lehetetlen jó eredményt elérni, hogyha 40 gólt kap a csapat. Nem is nagyon tud tovább beszélni erről a mérkőzésről. I think we came with a really full respect to... Nagy tisztelettel álltak a Motor Zaporozsihez és a mérkőzéshez, mivel az utolsó pár évben remek kézilabdát játszanak. Ő úgy érzi, hogy a Veszprém jól felkészült, és ettől függetlenül egy kicsit ideges volt a mérkőzés elején, sok volt a furcsa hiba. Ettől függetlenül sok mérkőzés van még a célok elérésére. Megpróbálnak nyugodtak maradni, mivel a következő héten ismét nagy ellenfél érkezik a Veszprém Arénába. Szeretném megköszönni a szurkolóknak a remek hangulatot, amit ma a csapat felé nyújtottak. Kiváló volt a mai mérkőzésen pályára lépni. Jó hangulat volt már Zágrában, Tatabánya ellen, és most is láttuk, hogy a megszokott nagyon jó szurkolótáborunk mellettünk vannak és velünk vannak, úgyhogy egy ilyen színpadon könnyű játszani.